Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Ma bűncselekményekről szeretnék beszélni, ezeknek a megelőzésére, és ne váljanak áldozattá. Mai vendégem Lantos Attila rendőr százados úr, megbízott bűnügyi osztályvezető a repülőtéri rendőri igazgatóságon. Volt már vendégünk tavaly. Most ismételten megkértem, indul az idegenforgalom, milyen feladataik vannak. Tisztelettel köszöntelek, Attila. Köszöntelek én is, meg a tévénézőket is. Na, mi a helyzet most? Most indul az idegenforgalom úgy igazából. Így mire van. Kell számítani? Mennyire vagytok toppon, hogy lekapcsoljátok a illetékteleneket? Így van, ahogy sok más helyen is, nálunk is a repülőtéren most indul a nyári csúcsszezon, hogyha nevezhetem így. Nagyon sok mindenre kell figyelni az utazás során, ami igyekszünk különböző tájékoztató anyagokkal és egyéb módon segíteni az utasoknak a biztonságát. Ugye minden évben problémát jelent az utasok sérelmére elkövetett lopások, különösen a pongyászokból történő lopások. Nagyon fontos megemlíteni, hogy amennyiben egy mód van rá, ne vigyünk olyan dolgokat a nyaralásunkhoz, amire nincs feltétlenül szükségünk. Gondolok itt olyanokra, hogy például egy laptop, vagy olyan táblagépek, amikkel nem a munkánkhoz kellenek, csak fölösleges kockázatot jelent, vagy 3-4 fényképezőgép, amikor mondjuk egyel is meg lehet oldani. Számolnunk kell azzal, hogy a repülőgép befogadó képességéből adódóan nem minden utas fogja tudni fölvinni a pongyászát a gépnek az utasterébe, sokszor lekerül a raktérbe. Ugye ilyenkor az utasok többnyire kézi pongyászokba teszik azokat az értékes dolgaikat, amiket szeretnének magukkal vinni, de pont a gép befogadó képességéből adódóan nem minden utasnak van rá lehetősége, és ilyenkor az utasok elfelejtik, amikor már ott a gépnél szólnak, hogy ugye ez a pongyász nem fér föl a gépre, és le kell vinni a raktérbe, akkor már elfelejtik kivenni belőle az értékeket, és ez lehetőséget nyújt a rakodóknak arra, hogy ezeket az értékeket eltulajdonítsák, de ezt megelőzően a légitársaságokkal is fölvettük a kapcsolatot, a földi kiszolgálókkal, ők is tájékoztatják az utasokat, tehát amikor ott a gépnél... A saját állampolgáraikat, ugye? Nem, minden állampolgárt, tehát... Tehát bármelyik repülős cég tájékoztatja az utasait, hogy... Így van, hogy ez a csomag lekerül a raktérbe, ha készpénz van benne, ékszer, vegye ki. Nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy az ékszert benne felejtik a pongyászba, és ezáltal tudják a rakodók eltulajdonítani. Sokszor kérjük az utasokat, hogyha fülbevaló gyűrűt, nyakláncot visz magával, akkor azt a testén tegye meg, hiszen onnan ugye nem tudják eltulajdonni órákat, gondoljunk bele, tehát hogyha valakinek nem feltétlenül szükséges a jegygyűrűje, a karikagyűrű mondjuk egy tengerparti nyaraláshoz, ahol ne adj Isten még ott le is esik az ujjáról, akkor jobb, hogyha itthon hagyja. De ugyanígy megemlíthetném a készpénzt, a nagy összegű készpénzeket, amikor megyünk a nyaraláshoz, sokszor belekerül a pongyászba, és akkor az embernek ott az utolsó pillanatban nem jut eszébe. Jobb, hogyha az ember a zsebébe tartja azt a pár fontos úti okmányt, és akkor nem történhet semmi baj. Például az sem megnyugtató, hogyha ne agyisten föl is tudjuk vinni a pongyászunkat a gép rakterébe. Ugye aki utazott, az pontosan tudja, hogy indulás előtt fölteszi oda a feje fölötti kis rekeszbe. Így van, én is ugyanezt csinálom. És de olyan még nem volt, hogy ne lehetett volna fel. Hát ott minden utasnak van egy helye a rekeszben, így nem? Van. Akkor? De mostanában egyre több esetben találkozunk olyan elkövetővel, hogy az utazás során például valaki föláll, és azt hinni az ember, hogy a saját pongyászából veszi ki épp azt a dolgot, ami neki az utazás alatt kell,
holott ez valójában nem így van, hanem mondjuk az én általam föladott pongyászból, és én ezt nem is érzékelem ott, hanem csak azt látom, hogy egy ember föláll, kivet valamit a pongyászból, visszaül, ugye az utazás során megáll a gép, én megkapom a pongyászomat, nem is nézem meg, hogy... Tehát nem, ez fönt van az utastérben, én arról beszélek. Én is, amit nem kapom meg, hanem én veszem le. Persze, leveszi az ember, de ugye akkor már valaki kivet belőle valamit. Az már ott rögtön észreveszem, és látom, ott azért az utasok nagy többsége nem nézi át a pongyászt, mert ugye utazás előtt föladta, levegőbe voltunk, leszállunk, és megyünk. És hiányzik belőle valami, és ezt igazából nagyon nehéz is bizonyítani, mert ugye a többi utas se azzal van elfoglalva, hogy a másikat figyelje, hogy ki állt föl, hogy állt föl. Úgyhogy nagyon körültekintőnek kell lenni, és az utazás alatt figyelni. De beszéltünk arról is, hogy ugye mindig van egy indulóállomás, meg egy célállomás, az se zárható ki minden esetben, hogy melyik repülőtéren történik. Ne adj Isten, akkor, hogyha épp több... azt akartam kérdezni, hogy biztos, hogy a mi repülőtérünkön nyúlják le? Nem, egyáltalán nem biztos. Tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy dubai indulástól, mire az ember eljut, nem is tudom, hova, mondjuk menjen Spanyolországba, lehet, hogy át kell szállnia. Tehát lehet, hogy egyszer vagy kétszer átszáll, akkor már érintett egy 2-3 repülőteret, ahol ugye nem... Ugyanazok a lehetőségek megvannak, mint nálunk Magyarországon. Nem, hagyjuk a többieket. Nálunk mit lehet annak érdekébe tenni, hogy a rakodómunkások ne dézsmálják meg a cuccokat? Hát két lehetőség van, egyrészt olyan dolgot ugye nem rakunk bele a bőrünkbe. De a rendőrség mit tud tenni annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő? Hát vagy a repülőtér, most nem a rendőrség. Hát ami 100%-os biztonságot nyújt, az a fóliázás, amire lehetőség van ugye a repülőtéren is, de az is egy jó megoldás, akinek arra nincs pénze, vagy nem szeretne ott ezzel foglalkozni, hogy otthon körbe fóliázza a bőröndöt, és annyi idejük már nincs a rakodóknak. Elfogadják? Természetesen, tehát otthon az ember ilyen háztartási fóliával, vagy bármivel, hogyha körbe tekeri, megnehezíti a rakodók dolgát. Tehát annyi ideje nincs a rakodónak, ott a járata függően akár több száz is lehet a pongyászszám, amit ugye rakodnia kell, hogy ő ezt megsértse, és akkor belenyúljon a bőröndbe. Tehát neki akkor van egyszerű dolga, hogyha nincs védve a csomag. De lehet venni például ilyen kis lakatokat, különböző pántokat, számzárakat, amivel mind meg tudjuk nehezíteni a rakodók dolgát. Na, hogy... De szerintem azok a lakatok egy csípőfogóval eltávolíthatóak. Aki ezzel foglalkozik, gondolom nem is egy csípőfogó van nála. Igen, de hogyha abba belegondolunk, hogy ugyanolyan, mint a gépkocsi feltörésnél, tehát hogyha látja a tolvaj, nevezzük így, aki, hogy a gépkocsi több biztonsági berendezése van, gondolok itt mondjuk sebváltózárra, kormányzárra, bármire, és arrébb megy mondjuk 3 métert, és talál egy ugyanolyan autót, aminek semmilyen nincs, akkor hát nyilván akkor azt fogja. Tehát ugyanígy van nálunk is a bőröndöknél, hogy most jön a futószalagon, 2 perc múlva jön egy olyan bőrönd, ahol se lakat, se zár, és akkor azt meg simán ki tudja nyitni. Na, lépjünk tovább. Milyen meglepetések várhatók a repülőtéren, akik jönnek befele? Mármint a mi szempontunkból? Igen. Hát nagyon sok érdekes esettel találkozunk. Pont a múlt héten volt egy lett hölgy, aki Dubajból érkezett, és Amszterdamba szeretett volna eljutni, így került hozzánk. Amikor ő átjött az útlevél ellenőrzésen, ott a kollégák megállapították, hogy érvényes az úti okmánya, be is lépett az országba. A zöld csatornán, nem? Igen, nem, mert schengeni külsőből jött, tehát megvolt az útlevél ellenőrzés, viszont ugye mi ott a repülőtéren rendszeresen szervezünk akciókat, és ilyenkor ellenőrizzük az állampolgárokat egy úgynevezett mélységi ellenőrzés keretében, és kiválasztottuk ezt a hölgyet is, és egy külön erre szolgáló helységbe bementünk vele, és megnéztük a csomagját. Ott derült ki, hogy egy viszkis dobozban 3 kg fehér por volt a hölgynél, aki ugyanígy meglepődött, mint te most, amikor kinyitottuk a bőröndöt. Utána ugye elküldtük szakértőnek, aki megállapította, hogy az kokain.
Majd meghallgattuk a hölgyet, aki a védekezésében el is mondta, hogy hát igen, ő Dubajból jött, és ott egy férfi adta neki ezt a viszkis csomagot, hogy ez egy különleges viszki, és egy barátjának vigye már el Amsterdamba, és ezért adott a hölgynek 1000 eurót, aki állítása szerint akkor se gyanakodott, hogy mi lehet a csomagba. Ó, hát nem olyan naívak az a repülőtéren a biztonsági szolgálat emberi, a rendőrök, hát azért vannak. Igen, rendszeresen ellenőrzünk a repülőtéren, ugye a biztonság az mindenek előtt nagyon fontos, és így is sajnos áldozattá válhatnak akár a kedves tévénézők, akár bármelyik állampolgár, hogy számukra ismeretlen emberek ugye oda mennek, hogy például ezt vigye el az unokámnak, azt hozza el, ez legyen, az legyen, és az ember... Szóval azt ajánlott, hogy ezzel ne foglalkoznak, ebből balhé van. Mindenki a saját pontjaszáért felelős, tehát nem tudjuk azt elfogadni, mi se, az ügyészség meg a bíró se fogja elfogadni, hogy ő csak segíteni akart valakinek, akit nem tud megnevezni, ugye, és ő kerül belőle bajba, tehát a hölgy is most előzetes letartóztatását tölti, és ezekért elég súlyos összegeket, vagy büntetéseket lehet kapni. De hát, hogyha nagyon nem csak erbe gondolunk bele, hogy így próbálnak meg kábítószert behozni, tehát jelentős számban folytatunk olyan nyomozásokat, amikor postai küldeményekben van a kábítószer a legkülönfélébb rejtési módokon. Repülőtéri keresztül postán? Igen, a repülőtérre kiköltözött a postakicserélő üzem, már évek óta a nemzetközi postakicserélő üzem, és nagyon sokan így próbálnak meg az országba kábítószert behozni, hogy a neten megrendelik Kínából, Amsterdamból, szinte gyakorlatilag bárhonnan, és egy postai küldeményünk van, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai ugye átvizsgálnak, és rögtön kiderül, hogy a csomagban kábítószer van, de hát ugye minden csomagot nem lehet átvizsgálni, így vannak olyanok, amik sajnos be is jutnak az országba. Hoztál a műsorba egy-két képet, ha ezekről egy pár szót tudnánk váltani, ez mi? Ez például ugyanúgy egy ilyen tipikus kábítószer rejtési mód, itt egy, hát nem tudom mennyire látszik, egy ilyen sárkányos, hát talán plakettnek nevezném, előről ez így nézett ki, egy sima postai küldeménybe volt becsomagolva, és ha megfordítottuk, akkor itt a hátulján látszik, hogy volt egy kialakított üreg számára, ahol a kábítószer szintén benne volt. Nagyon jelentősek az ékszer lopások, ez az, amit próbáltam mondani, hogy az emberek a kézipongyászba teszik be a gyűrűket, nyakláncokat, karkötőket, és nem mindig figyelnek rá, tehát főleg, hogyha többet próbálunk megvinni, egyszerűbb, hogyha az ember magán viseli a dolgokat. Volt egy rongálásos bűncselekményünk, itt a repülőtéren van egy kialakítva egy úgynevezett imaszoba, ahol mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását, ahol megtalálható itt a Biblia, a Korán és hát egyéb mindenféle imakönyvek, és volt egy úriemberünk, aki széttépte ezeket, tehát ugyanúgy bűncselekményt követel. Meglettem. Természetesen igen, rongálás miatt van ellene folyamatban. És magyar állampolgár volt? Eljárás. Úgy emlékszem, hogy ő magyar állampolgár volt. Ez? Ezek úgynevezett ilyen kőkorallók, ez is egy olyan bűncselekmény, amit nagyon sokan nincsenek vele tisztában, hogyha külföldre utazunk, akkor ezek úgynevezett ilyen természetkárosításos bűncselekmények. Ugye van egy védett fajokat tartalmazó egyezmény, ami elég szigorúan leírja, hogy milyen állatok és növények tartoznak ebbe bele, amik ugye védettek, és ezeknek a behozatalához engedély kell. És nem is gondolna az ember, hogy sétál a tengerparton, és megfog egy ilyen kőkoralt, szivacsot, bármit, és akkor, hogy ez ilyen dísztárgynak vagy neki tetszik, akkor gondolja, hogy hazahozza, és ezzel is bűncselekményt követel.
Ezek ilyen régi fegyverek. Régi fegyverek, igen, ezek kulturális javakkal visszaélés bűncselekmény kategória körébe tartozik. Az 50 évnél régebbi tárgyakra szintén engedély kell a bevitelhez, meg a kihozatalhoz. Bevitelhez? Vagy a behozatalhoz, meg a kivitelhez. Hát a kivitelhez azt meg tudják kérni, de most hogy... aki ilyet akar behozni a barátjának, az mit csinálja? A Földművelés Ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak a honlapján megtalálhatja úgynevezett ilyen azokat a festményeket, ilyen régi eszközöket, amiket szeretne behozni, tehát a interneten gyakorlatilag mindent megtalál előtte, hogyha tájékozódik, akkor nem kerülhet ilyen esetben. Na itt látjuk azt, hogy lakat van itt a földön. Igen. Amiről beszéltünk az előbb. Igen, nagyon sok esetben, de ugye nem tudom mennyire látszik, hogy itt a pongyászokat, ahogy a szalagrendszeren futnak, nagyon sok esetben ugye ezek a lakatok akár be is csípődhetnek, letörnek, de nagyon sok esetben van az, hogy a rakodók segítenek, hogy... Így van, tehát azzal nem kockáztat az ember, hogyha ezeket több, tehát azt mondom, hogy több lakatot tesz rá, de azért mondom, hogy a fóliázás az, ami teljes biztonságot. Most hoztál két fényképet is, erről mit kell tudnunk? Ugye a tavalyi évhez hasonlóan nagyon nagy számban van jelen a repülőtéren is a migrációval kapcsolatos bűncselekmények. Nálunk ez közokirathamisítás formájában jelentkezik. Ugye azok az állampolgárok, akiknek nincs tartózkodási engedélyük, vagy nincs érvényes úti okmányuk, mindenféle hamis vagy hamisított okmányokkal próbálnak meg az ország területére bejutni. Ilyenkor ugye, mivel hamis közokiratot használ föl, közokirathamisítás büntetét követi el. Hát ezeknek egy része menekült, egy része gazdasági bevándorló, úgyhogy jelentős számban járunk el velük szemben is. Ezen kívül vannak ugye jelentős számban csalásaink. Például két hete volt egy informatikus srác, aki egy nagyon drága laptopot szeretett volna, egy szintén ilyen internetes... Behozni vagy kivinni? Nem, ő egy magának szeretett volna behozni egyet, de ő azzal állt elő, tehát egy ilyen internetes weboldalon a kínai gyártónak küldött egy e-mailt, amiben arról tájékoztatta a gyártót, hogy ő rendelt tőlük egy nagyon drága laptopot, és ezt a repülőtéri rendőrség valamilyen eljárás keretében lefoglalta, és ő ezért szeretne egy másikat. Szerencsére a gyártó magyarországi képviselete fölvette velünk a kapcsolatot, és becsatolták azt a dokumentumot, amit ugye e-mailben az ember elküldött, és akkor rögtön láttuk neki a papírról, hogy a Budapest Airport fejlécét, ami a interneten megtalálható, azt szerkesztette rá, és egy 10 évvel ezelőtt megszűnt iskolának a bélyegzőjét nyomta rá. Ugye a kínaiak hát nincsenek tisztában az általunk használt pecsétekkel, vagy bármivel, de ugye mi rögtön láttuk, hogy ez hamis, viszont ugye mivel, hogy ő megkapja ezt a laptopot, kénytelen volt a saját adatait, meg a címét megadni, így pillanatok alatt sikerült eljutni. És ez kínai volt ez az illető? Nem, ez egy magyar állampolgár. Magyar? Igen. Hát akkor próbálkozás az van nálatok. Sokan próbálkoznak, így van, de hát igyekszünk minden bűncselekményt megakadályozni. Van-e valami kurens dolog, ami újonnan tapasztalható, vagy visszatérő dolgok, nem amire jellemző. Fel tudnánk hívni a nézőknek a figyelmét. Többnyire a nagyon, nagyon nagy számban folytatjuk ugye a kábítószeres bűncselekmények miatt az eljárást. Szaporodott ezeknek a száma? Igen, azt mondhatom. A lopások, főleg most itt a nyári szezonban, ugye, amikor nagyon megnő az utas forgalom, nagyon, nagyon kell figyelni az utasoknak, de ha nem is csak ebbe megyünk bele a pongyászokból történő lopásokba, hát aki volt már ott kint a terminálon,
az pontosan tudja, hogy az ember ott leül egy kávéra, ott felejti a mobiltelefonját, tehát nagyon sok áramforrás van a repülőtéren, amíg elutazás előtt az ember üzen a családnak, föltölti a telefont, ott felejti, ugye pillanatok alatt eltulajdonítják az ember értékeit, hogyha nem. Vannak erre speciális tolvajok, akik azért mennek ki, hogy figyeljenek ilyen elhagyott dolgokra, és azokat lenyúlják? Hát ezt így nem tudom kijelenteni, hogy azért jönnek-e, vagy nem, de bármi lehet. Van visszatérő kuncsaftatok? Vannak, igen. Vannak? Akik már hát akkor ők azok több közé tartoznak. Voltak. Igen. Hát akkor azért megy ki csórikám, hogy hát ha valami le fog esni neki. Hát vagy nem tudom, mert többször bepróbálkozik, hogy mennyire figyelünk, vagy nem tudom, hogy mennyire könnyű esetleg neki a reptér más területhez képest. De hát ugye ez nem csak nálunk jelentkezik, hát gondoljunk itt a belvárosba, a frekventált helyekre, a turisztikai központokra, a turisták által látogatott helyeken mindig megnő, hogy ezen bűncselekmények száma. Hát érdekes. Nekem az a véleményem, hogy nem nagyon unatkoztok ott kint a repülőtére. Nem. Főleg, ha idegenforgalom most beindul, akkor igencsak érdemes odafigyelni, hogy egyszer a nemzetközi renoménk megmaradjon. Nem utolsó sorban mindig kevesebb magyar utas kerüljön olyan helyzetbe, hogy lenyúlták, ellopták a dolgát, hogyha valahol ott hagyta, meg is találja, visszakapja. Igen. Szóval nem csak az, hogy na akkor hagyd vigye, ott maradt, hanem menjen, próbálkozzon. Hol tudnak érdeklődni, hogyha valaki elhagyta a cuccát? Nálunk a repülőtéri rendőrigazgatóságon bármikor tudnak érdeklődni, ugye ott is tudnak az utasok, akik bűncselekmény elkövetés áldozatává váltak, feljelentést, bejelentést tenni a sérelmükkel kapcsolatos. Ott kint a repülőtéren? Így van, bűncselekmény elkövetések kapcsán. Ugye 0-24 órában kint vagyunk, tehát bármikor tudunk az utasok panaszaival foglalkozni. Tehát a beszélgetésünknek a konklúziója, hogy nem érdemes sumákolni, előbb-utóbb mindenki rá fog fázni, kezetek közé kerül, és akkor annak csak eljárás lesz a vége. Igen. Köszönöm szépen, Attila. Én köszönöm. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, remélem az itt elhangzottakat megszívlelik. Olyan dolgokat nem tesznek a csomagba, amitől könnyen meg tudják szabadítani. Ha mégis tesznek, akkor becsomagolják saját maguk otthon, vagy a repülőtéren, és mindig kevesebb értékeket vigyenek magukkal hosszabb útra. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!